Ismét a labdái a főszerep a hétvégén, szombaton 9 órától a Kanizsa teniszcentrumban amatőr vegyes páros teniszverseny lesz. 10-től az NTE pályáján az MB2-ben szereplő kanizsai női futballcsapat a DAC Unió gárdáját fogadja. A Zsigmondi csarnokban 11 órától az Alamegyei Női Kézilabda Bajnokság keretében az Izzós Lányok az Alaszent Grót csapatával küzdenek. Ugyanitt 17 órától az MB2-es férfi csapata a Holler UFC együttesét fogadja. Fél négykor az olajbányász pályán a megyei élvonalban szereplő nagykanizsai focisták a zalalövő csapatával játszanak. Vasárnap szintén 15 óra 30 perckor a megyei másodosztályban a Miklósfa a Reák Gép Bak gárdáját fogadja, 9-től pedig az Olajbányász pályán az U7-es és U9-es korosztálynak alközponti Bozsik Fesztivált rendeznek. 10 órától a Városi Könyvtárban az MB1-es Aquaprofit NTSK sakkozói a HVSE Infraplan csapatát, az MB1 b csapat pedig a Paks 2 számú együttesét fogadják.